Befejeződtek a tavaszi vetések Tolna megyében. Az időjárás szerencsére kedvezett a munkálatoknak, ugyanis csapadék is érkezett, amire viszont már nagy szükség volt. A lehullott csapadék segítette a kalászosok fejlődését, a repce virágzását és a napraforgó alapgyomírtás hatását is, mondja vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának elnöke. Tolna megyében a gazdálkodók a legjellemzőbb és a legnagyobb területen termesztett kultúrák közül kukoricát 71.600 hektáron, napraforgót 35.800 hektáron, szóját 2.200 hektáron és cukorrépát pedig 1.300 hektáron vetettek. A többi növényünk az a sokkal kisebb területet jelent szántóföldi növénytermesztés vonatkozásában. A kukorica és a napraforgó is elvetésre került. Igazából ez a hűvös időjárás pozitívan hat a kelésre, de meglátjuk, hogy mennyire lesz egyöntetű a kelés. Napraforgó esetében már jelezték a gazdák, hogy hiányok mutatkoznak. Kukorica vonatkozásában pedig a vadkár ellen kellett, hogy védekezzenek a gazdálkodók a nagyobb gazdasági kárnak az elkerülése érdekében. Az őszi vetésű növényeink kapcsán elmondható, hogy az árpa már több mint körülbelül két hete kalászol, jelenleg virágzik. Az őszi búzatáblák is elég jó állapotban vannak, ahhoz képest, hogy kevésbé vagy gyengébben bokrosodtak, mint azt vártuk volna, vagy mint azt szerették volna a gazdálkodóink, úgyhogy kalászos gabonák vonatkozásában egy jó közepes termést várunk. A repce esetében viszont csak egy közepes termésre számítunk, mivel ez a hideg és elég csapadék szegény kora tavasznak a hatására alacsonyak lettek a növények, kevés lett az elágazás, az oldalhajtás és ezáltal a virág is, tehát itt egy közepes termésre számítunk az idei évben. Bár a kalászosok szépen fejlődnek, ugyanez sajnos nem mondható el a gyümölcsösökről. Áprilisban hűvös volt az időjárás, illetve május első napjai is hoztak még reggeli fagyokat. Ez azonban nagy pusztítást okozott, többek között az őszi barack és a megyfákon egyaránt. Volt egy nagyon hideg áprilisunk, ami azt jelenti, hogy 10 fok alatt volt az átlag hőmérséklet. Ez 24 éve nem fordult elő ilyen. Egyszer volt 1984-ben utoljára, amikor 9,9 fok volt, tehát negyed évszázada nem volt ilyen hideg áprilisunk. De sajnos a május sem kényeztetett el bennünket. Ugyanilyen hideggel indult a hónap, egy-két nap volt meleg, amikor a növények megindulhattak. És van még egy úgymond egy alattomos probléma, amit még sokan most nem érzékelnek, hogy itt Tolna megyében van egy ilyen 90-100 mm csapadékhiány a talaj nullától 100 cm mélységű talajrétegében. Most ugyan esik az eső, de ez ne tévessze meg bennünket, az év első 4 hónapjában 20 mm-enként esett havonta, tehát nagyon sok csapadék hiányzik, ez majd nyáron, amikor kiszáradnak a talajok fölül, alulról a növények próbálják fölvenni, majd kukorica, szőlő, gyümölcsfélék, nem lesz mit. Tehát ha most májusban nem jön jelentős csapadék, akkor aszályos körülmények lehetnek nagyon könnyen a nyár folyamán. A gyümölcsfélékben elég jelentős kár keletkezett, fagykár. Március 11-én volt egy mínusz 10 fok, és már április 7-e körül volt egy mínusz 4 fok, ami gyakorlatilag a kajszi termés teljesen tönkretette őszi barack egy jelentős részét. A két gyümölcsös mellett, még a csonthéjasokat említve, ha itt tartunk, a hajtás monilia kár óriási a megyben, itt is jelentős termés kiesésre lehet számítani, illetve őszi barackba eléggé az időjárásból nem értelmezhetően nagyon erős a tafrina, ami az időjárás nem adott volna okot rá. A növényvédelmi szakmérnök azt mondja, a kártevők is nagy gondot okoznak a gyümölcsösökben. Van rovar probléma, bimbolikasztó, levéltetvek, tehát a kis megmaradt kevés termést is tizedelik a kártevők. Most a kártevőknél megemlíthető, hogy két egymással párhuzamosan, egymástól független folyamat miatt kerülünk most nehéz helyzetbe. Az EU elkezdte ugye betiltani a növényvédőszereket. Idén is ugye mankocep hatóanyagok kimennek, a kukorica napraforgó csávázószerek körül most kiment sok. Tehát a védekezési palettánk egyre hiányosabb,
ugye a gorombább szerek eltűnnek, viszont a kártevők az enyhe tél miatt, ahogy ez szinte azt lehet mondani, ilyen mediterráneumszerűen húzódik föl az időjárás, lassan ilyen horvátországi időjárás tapasztalatunk. Ez miatt ugye a kártevők sokkal jobban áttelenek, látjuk a márványos poloska, a zöld vándor poloska milyen tömegben van jelen, ezek gyakorlatilag nem pusztulnak el a télen, sokkal korábban, intenzívebben szaporodnak, rovarülőszer meg nem áll rendelkezésre. A gazdákat várják ugye az új fejlesztéseket, annyira be lehet számolni kicsit optimistán, hogy a precíziós növényvédelem terén azért megindult a helyettesítése ezeknek a növényvédőszeres technológiáknak. A drónok használata, ez most a növényvédelmi jogszabályokban meg fog jelenni, tehát lehetőség lesz. Ez egy ilyen 8-10 ezer forint körüli összeg lesz hektáronként, amihez szolgáltatásként a drónokat igénybe lehet venni. Ez teljes körű növényvédelmet biztosít, egy 10-12 liter per hektáros vízmennyiséggel, és megoldhatja azokat a most nagyon fájó problémákat, mint a dióburokfúró légy, ami a diótermést országosan gyakorlatilag tönkretette, és nem tudják ugye mivel védeni. Ez megoldást jelentett, és a cégek több helyen ráálltak, például kukorica, bogár elleni talajfertőtlenítésénél a csökkent dózis növényvédőszer mellé hozzáteszik azt a plusz tápanyagot, amivel a növény előbb indulhat, növénykondicionálókat, növekedésserkentőket, lombképzőket, ezeknek most nagy kultúrája van, baktériumtárgyakat mellé a talajba vetéskor, kukorica napraforgónak. Ezek kiválthatják a későbbiekben még ehhez társuló fajta használattal azt a növényvédelmi problémát, amit okoznak az uniós hatóanyag kivonások.